Sziasztok, én Horváth András vagyok, és a mai epizód egy történelmi eseményt fog megörökíteni, tényleg. Emlékszem 2017-ben, amikor Mr. Nehézlábbal mentünk Győrbe, illetve Sormásra az első magyarországi Supercharger-eket kipróbálni, akkor Mr. Nehézláb elmorzsolt egy fél könycseppet, tehát konkrétan emlékszem erre, és megértem, mert én is ezt a meghatottságot érzem, hiszen éppen itt vagyok Fóton, az Osan mellett, és Budapest első Supercharger hálózatát láthatjátok mellettem. És az a helyzet, hogy egy fabatkát nem adtam volna azért, hogy most így október végén ez a Supercharger állomás meg fog nyílni. Ugyanis 2 hónappal ezelőtt beszélgettem Teslás emberekkel, akik idejöttek Magyarországra, és helyszíneket kerestek az új Superchargerekhez, hogy a Kelet-Európában tudjanak terjeszkedni. És őszintén szóval tényleg nem hittem benne, de itt van velem Ildi az Osantól, aki majd segít nekem elmesélni, hogy hogyan is jött létre ilyen gyorsan ez az együttműködés a Teslával. Hello András, igen, ezt ahogy mondod, ez egy projekt rekordidő alatt sikerült megvalósítanunk. Ugyanis augusztusban keresett meg minket a Tesla, és most október végén itt állunk a Superchargerek előtt, és nem sokára fel fogod tölteni az autódat. Ráadásul nem csak itt, hanem Törökbálinton is lesz így Supercharger, van, ott is Osan mellett, ugye? Természetesen Osan áruházakban, és nem csak Budapesten, hanem 3 vidéki nagyvárosban is lesz Supercharger töltő. Debrecen, Miskolc és Szeged. Hát ezzel gyakorlatilag átjárhatóvá teszi. Igen, nagyon süt a nap, tehát elnézést, én is azért vagyok szemüvegben, megvakulunk különben, egyébként durva, hogy októberben ilyen idő van. Így van. Globális felmelegedés. Szóval teljesen átjárható lesz az ország. Tehát ugye most Győr, Sormás, Budapesten 2 helyszín, Fót, Törökbálint, és akkor Debrecen, Miskolc, Szeged. Tehát hogy az egész országban mindenhol lesznek Supercharger töltők, de ráadásul, ha jól láttam, nem csak Superchargerek, hanem normál autósok is tölthetnek. Így van, így van. Tehát 8 Superchargert installáltunk itt, illetve 4 univerzális töltőt, ahol az összes többi automárka, villanyautomárka is tölthet. Tehát bárki gyakorlatilag. Pontosan. Opel Amperától kezdve, Fiat E500-assal, Leaf-ekkel, BMW i3-asokkal, gyakorlatilag mindennel, hiszen ott van 4 darab fej. És azok is Tesla fejek, de azok ugye működnek van, a normál összes, autókkal is. És az összes többi áruházunkban is Superchargerek mellett lesznek univerzális töltők. Mesélj nekem egy kicsit erről, hogy én tényleg beszéltem a Teslásokkal, annyi történt, ennyi háttérinfót elárulok, hogy augusztusban kaptam egy e-mailt, egy Teslás címről, néztem is, hogy nem-e kamu, és kiderült, hogy nem az, és egy csomó Teslást megkerestek Magyarországon, nagyon sok emberrel beszéltek, köztük velem is, hogy hova rakjanak töltőket. Hogyan választották ki a helyszínt? Tehát, hogy ti kerestétek meg őket, vagy ők valami füles alapján gondolták, hogy akkor megkeresnek titeket, és akkor így elkezdtek tárgyalni. Ez alapvetően úgy történt, hogy augusztusban 2 irányból is megkeresett minket a Tesla, és mivel nálunk az Osannál a fenntarthatóság egy kulcsfontosságú pillére a vállalati stratégiának, mi így folyamatosan keresjük ezeket az új és innovatív megoldásokat, szolgáltatásokat, mi egyből igent mondtunk erre a megkeresésre, és pont ezért 2 hónap alatt sikerült ezt megvalósítanunk. Hát figyelj, ezt szoktam mondani, amikor le a kalappal, és hogy előttetek tényleg le a kalappal, mert mondom, én egy fabatkát nem adtam volna. Ezért mondtam a Teslásnak, hogy figyeljetek, ez Magyarország, tehát itt az, hogy egy engedélyetek legyen arra, hogy itt így fejlesztés legyen, legyen elegendő amper, hogy ez itt teljesen esélytelen 2 hónap alatt, és ez itt megvalósul, de gondolom nektek itt rendelkezésre állt rengeteg áram az áruház miatt. Így van, és köszi szépen András az elismerést. Alapvetően, mint minden projektnél, itt is az volt a legfontosabb, hogy a projekt jól elő legyen készítve, illetve egy nagyszerű szakértői csapat álljon a projekt megvalósítása mögött. És azt kell, hogy mondjam, hogy mind az Osanban a kollégáim, mint pedig a kivitelező partnervállalat, és mint pedig a Tesla részéről olyan emberek voltak ebben a projektben, hogy egy nagyszerű csapatmunkát láthattunk. Hogyha probléma merült fel, rugalmasan, nagyon hatékonyan meg tudták oldani a csapatban, úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy azért sikerült ennyire gyorsan, mert ez egy tényleg egy nagyon hatékony és rugalmas csapatmunka volt. Ez gondolom szívvel élekkel csináltam mindenki, ezért mégiscsak az első Budapest Tesla. Pontosan, és az ország legnagyobb töltőpontja, tehát hogy ezt máshogy nem lehetett, nem állhatunk neki mi sem. És ugye kérdezted még azt, hogy kellett-e kapacitásbővítés. Azokon a telephelyeinken, ahol installáltuk a Superchargereket, nem volt szükség kapacitásbővítésre. Akkor ezért lett ilyen gyorsan kész. Így van, aha. Így van, tehát ott láttam, hogy ott jön be az energia. Gyakorlatilag frissen fel van túrva az aszfalt, és akkor oda, hát gondolom jó vastag kábelek be lettek húzva. De igen, ilyen az alkalom vastagságú kábelekről beszélünk. Mert hogy hány amper van itt? 850 ampert kért a Tesla. 850 amper. Az nem kevés. Az nagyon sok. Hát egy ilyen átlagos családi háznak mondjuk van 3x16 amperje, és akkor arról elmegy az egész családi ház. Szóval 850 amper az sok. Így van. Hát 4x120 kilowattal tudnak tölteni ezek a fejek.
És a 8 darab, hogyha mindegyik foglalt, akkor a 120-at felezik le, tehát a 4x120-at lefelezik, és akkor amelyik autó előbb érkezett, az kapja a többet, és hogyha ez elmegy, akkor a következő autó is megkapja a maradék energiát. Hát az nagyon ritka lesz szerintem, hogy itt 8 ki lesz használva, viszont azért a jövőben reméljük, hogy ki lesz. Például a Szentpöltenben, ahol töltöttünk nemrég Ausztriában, ott azért már sorban álltak egyszer-kétszer a teszlások. Ha már sorban állás, mennyire volt ez stratégia az Ocean részéről, hogy arra számítatok, hogy adtátok a parklót, gondolom, azért ez nektek pénzbe kerül, nyilván a kivitelezés is valamennyi pénzbe került, hogy ezt számoltatok erre megtérülést, vagy egyszerűen azt mondtátok, hogy ez egy tök jó reklám, marketing, meg szeretnétek segíteni az elektromos autózást, és csináljuk. Tehát melyik volt a fontosabb? András, mi egy projektet úgy kezelünk, hogy akkor vágunk bele, hogyha több szempontnak megfelel, de az a legfontosabb szempont az, hogy a vásárlói igényeket kielégítsük. Ennél a projektnél is ez volt a cél. Azt szerettük volna, hogy a vásárlóinknak, illetve azoknak a potenciális új vásárlóinknak, akik eddig nem az Ocean-nál vásároltak, de villanyautóval közlekednek, egy olyan lehetőséget, egy plusz szolgáltatást nyújthassunk, hogy ezek után hozzánk jöjjenek vásárolni. Mm. És én azt mondom, hogy ha mi vásárlóink elégedettek, akkor nekünk ez a projekt megtérült. Hát egy új vásárlatok biztosan lett. Yes. A személyemben, tényleg. Meg elfelejtettem elmondani a nézőknek, hogy a Supercharger itt is ugyanúgy működik, mint bárhol máshol, például a Model S-ekkel, amivel ingyenes a töltés, ideálnak például a teslások.hu, Attila, a jó barátom ideálna, akkor ingyen tölthetne. A Model 3-mal nem lehet ingyen tölteni, az ilyen 79-78 forint per kilowattóra, hogyha jól emlékszem, és gondolom nektek ez egy sima elszámolás a Teslával, és ezt ti intézitek ugyanúgy. Így van, hogy ugyanúgy, ahogy bárhol máshol Nyugat-Európában, hogy működik, nálunk is ugyanez az elszámolás van egymás között. Viszont elfelejtettük elmondani, hogy az univerzális töltők is használhatóak nálunk, és az a nagyon fontos, hogy egy első tesztidőszakban ezek a töltők ingyenesen, ez egy ingyenes szolgáltatás, amit nyújtunk a vásárlóinknak. A tesztidőszak után pedig a piaci trendeknek és elvárásoknak megfelelően fogjuk mi is kialakítani ezt a szolgáltatást. Majd kérdezzetek meg az árazásról, tudok segíteni. Van elgondolás, hogy mit lehetne kezdeni ezzel, viszont ez tényleg baromi jó, tehát most ingyenesen használható, pontosan, bárki ide jöhet, kipróbálhatja, bármilyen tölthet. Bármilyen elektromos autóval ide tudnak jönni és tölteni. Én annyit szeretnék kérni, hogyha ide jöttök, tőletek azt, hogy legyen egy kuka majd, mert hogy ugye megveszük bent a kaját, ez és itt elmajszoljuk a Netflix nézés közben. Köszönöm. Ez egyik, titek pedig arra kérlek, hogy ne szemeteljetek, mert egyébként ezt Európában is eljátszák ezt az emberek, úgyhogy ez csak ilyen megjegyzésként így mondom, hogy akkor ezt tényleg kérem. Egyébként, amire én még gondoltam, hogy nagyon nagy teteje van a áruházatoknak, hogy napelemen esetleg gondolkozás? András, mi minden olyan projekten dolgozunk, ami a fenntarthatóság szempontjából hasznos lenne, mind az áruháznak, mind pedig a körülötte lévővel. Kacsintott a szemüvegen keresztül, láttam. Egyébként tényleg szerintem ez annyira adná magát, hogy nagyon nagy felület a tető, és akkor ott lehetne napelemmel tölteni. Szerintem az így nem lenne rossz. Hát figyelj, én nagyon-nagyon gratulálok az Ocean-nak, tényleg tiszta szívből, és nagyon örülök, hogy tettetek Supercharger-eket, és hogy ennyire gyorsan megcsináltátok, mert ugye ez évekig is elhúzódhatott volna egy magyarországi módszereken. Köszi szépen! Ezt nagyon gyorsan megoldottátok, úgyhogy nagyon köszönöm szépen, hogy egyrészt, hogy rendelkezésre álltál szombaton, és elmondtál egy csomó plusz infót, amit egyébként így nem tudtam volna meg, és akkor én szeretnék az első töltő lenni. Akkor hajrá, menjünk! Azt mit csinálsz ott? Ezt nem hiszem el. De miért nem szóltatok? Figyelj, most esem. Tényleg rádugtad a töltőre? Nem te leszel az első, viszont az a jó hírem, hogy van még 7 másik Supercharger, úgyhogy vagy elmész tölteni egy másikhoz, vagy megvárod és addig bemész vásárolni. Hát egyébként most már ez fog következni. Elsőként vásárolhatok töltés után, megelőzöm azt a kis embert ott a kis Teslájával. Hajrá! Ezt ti intéztétek, hogy ide jöjjön? Köszi szépen, köszi. Nagyon vicces volt. Elvihetlek tesztázni, abban lehetek első. Ez sokkal szebb a fehér, az a kék az nem jó. Én az S-sel mennék. Na jó, akkor én eszek valamit benne. Köszi szépen, hogy megelőztél, és csak második lehetek. Kár, hogy nem fogadtunk meg egy Mákos Búvával, megint buktad volna. Igen, mindig veszitek Attila ellen. Na, mindegy, rohadjál meg. Igen. Na, mit szólsz egyébként? Nagyon jó, és nekem azért is jó, mert hogyha találkoznak annak velem, én minden reggel itt leszek. Te egyébként is itt vásároltál. Egyébként is itt vásárolok, az Ocean-ban van pontgyűjtőkártyám is. Majd tehát szeretnél itt valamit. Igen, remélem, hogy még jobban fel tudjuk majd tölteni a pontgyűjtőkártyámat. Jó, és ez egy termék megjelenítés. Igen, és ez egy
hatalmas nagy boldogság nekem. Gyönyörű környezetben van az egész, tehát maximálisan meg vagyok elégedve. Én még arra gondoltam, amit az előbb nem mondtunk el az Ildivel, hogy szerintem az tök jó, hogy ez hatalmas lökés fog adni Magyarországon, meg egész Kelet-Európának az, hogy még több elektromos autó, és ez jó. Tehát ez még több Tesla legyen. Még több Tesla, de szerintem ugye ott vannak az egyéb töltők is, az egyéb elektromos autóknak, és ha sok Tesla van, akkor sok Leaf is lesz, meg sok BMW is lesz, hiszen ezek a cégek egymással harcolnak, hogy ez mindenképpen egy jó dolog. Én nagyon örülök. Tehát ha lenne kalapom, akkor emelném. Virtuális kalapot megvegyek. Na, szerintem hosszú lesz a videó. Köszi, hogy megelőztél a töltéssel. Én pedig nagyon köszönöm a támogatóimnak, a kap.hu-nak, a Tiszta Energiáknak, a Gabler Miráltának, az Universal Easing-nek a támogatás, meg persze a Patreon-osoknak és az Osonnak is, hogy itt lettem elsőként, majdnem elsőként tölthettem. És köszönöm szépen a plusz sok infót az Osonnak, és sziasztok a következő epizódig. Ciao.